Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Drug hálójában című műsorunkban, ennek 10. adása folyik most. Egy neves színművész a vendégünk, szeretettel köszöntöm Szabó Győző urat. A pályafutása hogyan kezdődött, hiszen végzettsége grafikus, és mégis ezt a pályát választotta a színművészete? Véletlenül alakult az egész, én egy 90-es évek elején egy elég kultikus helyen dolgoztam, mint Csapos, ennek a helynek a neve az volt, hogy Tilos az A. Én itt találkoztam nagyon sok emberrel, művészekkel, táncosokkal, zenészekkel, filmesekkel, és itt a pultnak érkezett egy felkérés, hogy nincs csak egy színházi előadásban szerepelni, és akkor én vállaltam ezt a szerepet. Megnéztem magam, milyen a színház világa, milyen szerepelni egy színházi produkcióban, aztán később filmben, amatőr filmekben, amatőr társulatokban, színjátszókörökben. És így szép lassan errefelé terülődött az élet, még nem jött meg nem érkezett ugye valami Amerika, ami az áttörő sikert és az élet tulajdonképpen sarkából kifordulását okozta és megváltoztatta. Úgyhogy azt gondolom, hogy jól alakult minden. Igen. A műsorunk címe a Drog hálójában. Ugye több helyről is lehetett, és ön is nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Mégis az lenne a kérdésem, hogy ön hogy került bele a drog hálójába? Hogy kezdődött ez a folyamat önnél? Vidéki gyermekként biztos kíváncsi voltam a főváros forgatagára, de meg kell mondanom, hogy képzővészeti szakközépiskolába jártam, egy szabad elvű, nagyon-nagyon laza suli volt, szigorú, de mégis laza iskola volt. És ott én még kitűnő tanulóként végeztem, majd az utcára kerültem, úgymond, hogy a Kolesznek vége lett, a kollégium éveknek, albérletet kerestem, és egyszer mindent ki szerettem volna próbálni, körülnézni, milyen ez a város, milyen a nagyváros, milyenek a mélységei. És engem senki nem kényszerített, ez ilyen nincs, hogy valakit beszipant a társaság, vagy rábeszélik, vagy stb. Egyszerűen, ha valaki azt mondja, hogy nem, akkor nem. Én pedig sokáig azt mondtam, hogy nem, és egyszer azt mondtam, hogy legyen igen, nézzük meg, és akkor, ha nagyon le akarjuk szűkíteni, hogy feketén-fehéren kezelni a kérdést, akkor itt kezdődött az egész. Értem. Kinek, vagy minek a hatására ment le a függőségről? A drogos időszakom az olyan 10 évig tartott. Nagyjából az igazi mély függőség az ilyen 4 év volt, tehát az utolsó 4 év az kőkemény volt, és azt kell mondanom, hogy nyilvánvalóan túl akartam élni ezt az egész helyzetet, mert tudtam, hogy itt már csak lefelé van, és Dr. Csernus Imre, akkor addiktológus és a 7-es pszichiátrián dolgozó főorvos úr segítségével, aki azóta a barátom lett, letettem a szereket, mint egy 21 évvel ezelőtt. Itt a háttérben láttuk a Most múlik pontosan, ami egyébként a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egyik fődala is. Ezt elénekelte a kedves lányával nagy sikerrel, és számomra is megható volt ez a műsor. Önnek mit jelentett akkor ezt, hogy elénekelte a lányával? Én azt hiszem, hogy ez volt az a pont, amikor és szándékosan így hozta az élet dramaturgiája, hogy ezen a
ponton ebben a Somusornak a felvételén, ebben a zenében, a mostani pontosan, aminek az egész eredete valahol ugye a Kis Tibor, igen, akivel egy főiskolára jártam, és a Queen Bee front embere, és összeköthető a drogok és mindenféle szerek kapcsán. Ő ezt egyértelműen üzenetnek írta, vagy egy témaként megjelölve írta a drogokra ezt a számot, és azt nem is találtunk volna jobbat. Kis Tibor az én barátom, a Tibi. Elkértem tőle, megkértem az engedélyét, és ezzel a Mosmori pontosan című számba, ami szerintem a legjobban sikerült, ami tetszik, drogos dal, vagy nóta, vagy opusz, ezzel kértem én ott kvázi nyilvánosan egy Somusor keretein belül bocsánatot az én lányomtól, amiért elhanyagoltam, és inkább más választottam évekig, de azt hiszem ez jól sikerült. Igen, ez a felvételen is látszott, és a későbbi pályafutásán is érezhető. Ha valaki belekerül a droghálójába, akkor és ide felvételt, ezt az adást fiatalok is nézik, mit tanácsolna neki, hogy hogyan tudnának kikeveredni ebből a hálóból, ebből az ötökből? Hát első körben ne kerüljenek bele, azt tudom mondani, mert mindenki azt mondja, hogy drogot lehet irányítani, vagy hogy le lehet győzni. A végén le lehet győzni egy őrületes pokoljárással, tehát ezt én senkinek nem kívánom, amit én végig csináltam utolsó négy évben, főleg az utolsó egy évben, leszámítva, vagy beleszámítva a elvonást, a pszichés elvonást, a kezeléseket, a talajvesztést, a mindent. Tehát ez egy darabig jó, azodik az, aki azt mondja, hogy nem jó, a dolgok azok tényleg jók egy darabig, de nem érdemes meghúzgálni az oroszlán bajszát, mert ezt még nem győzte le senki. Tehát úgy, hogy baj nélkül, vagy cson nélkül kikerüljön valaki a drog hálójából, olyan nincs, erre még nem volt példa. Tehát, igen. Mert mindenki megég előbb-utóbb. Mindenki azt hiszi, hogy túléli, de aztán eljövünk, hogy nem. Tehát, hogy egy jobb szó az, hogy a csengőt meg kell hallani. Hogyha azt érzed, hogy még ki tudsz szállni, akkor szállj ki, de ezerből ezer ember nem száll ki. Igen. Ön szülő is egyben, tehát akkor kérdezem erről az oldalról is, hogy akik szülők tapasztalják gyermekeiknél, hogy a hálóba bekerültek, szülőként mit tanácsolnak? Hát ez a nehezebbik eset. Kicsit könnyű dolgom volt ebből a szempontból, az én szüleim az egészről mit sem tudtak, hiszen ők 280 km-re odé Mirvátorban. Azt sem tudták, hogy én mit csinálok, vagy miben vagyok. Nagyon sok türelem kell hozzá, nem szabad rögtön támadni, meg kell próbálni megérteni a szituációt, de semmiképpen sem szabad szegény drogosként kezelni. Azt tudni kell, hogy a drogos az mindig hazudik. Tehát, hogy amikor azt állítja, hogy jól van, akkor sem biztos, hogy jól van. És nagyon sok évnek kell eltenni ahhoz, míg stabilabb biztosak lehetünk abban, hogy a gyerekünk már jobban van, figyelni kell. Tény, hogy egy edukatív ugye valamilyen utánajárás, vagy egy szemlélődés mindenképpen kell. Tehát muszáj megértenünk a dolgoknak a természetét, ahhoz, hogy megértsük a gyermekünket is. Igen. Hát általában azzal vagdalkozik a szülő, hogy úgy vagdalkozik, hogy nem tudja, hogy éppenséggel miről van szó. Tehát tudni kell, igen, a cucc az cucc, tudni kell, mit okoz, miért van, hol lehet venni, mennyibe kerül. Hát ez, vagy nem hol lehet venni, hogy hol kapható az utcán nyilván, de hogy meg kell értenünk a gyereket, a drogot, és csak akkor tudjuk kezelni. Igen. Tehát úgy, hogy eleve lenézve, elutasítva, tényleg feketén-fehéren kezelve nem lehet. Muszáj. Megértenünk a drogot, és meg kell értenünk a gyerekünket is. Igen, ezek nagyon hasznos tanácsok, azt gondolom. Önnek régebben megjelent a Toxikóma című könyve, ami a mélységről, reményről, kilátásról szól. Önnek mi az a pár gondolat, amit itt a nézőkkel megosztana a könyvvel kapcsolatban? Amikor ugye érte ezt a könyvet, számos gondolat eszébe jutott, és én magam is olvastam. Mégis ha egy-két gondolatot, hogy hát, esetleg... Azt kell mondanom, hogy
magában a könyv egy drogprevenció, tehát meg van írva benne az is, azt tudni kell, hogy én úgy írtam meg a könyvet, ahogy akkor történt. Tehát én nem bántam meg semmit, most sem bántam meg semmit. Akkor hogyan éltem meg a dolgokat? Az biztos, hogy ez már segítséget adott nem egy, nem két embernek. Ahhoz is, hogy lejöjjön, ahhoz is, hogy egyáltalán ne kezdje el a drogokat. Intő példaként természetesen írtam a könyvet, kicsit saját terápiás jelleggel is kiírva a dolgokat magamból, megszabadulva egy kicsit a démonoktól. Aki olvassa, ott legalább, aki elolvassa, ott legalább felmerül egy kérdés, hogy vajon megérje. És ha már megérte egy embernél, megérte, akkor már megérte. Igen. A tavalyi évben elkészítette a filmet is belőle. Miért volt ez fontos annak, hogy film legyen? Hát akkor nincs sok ember ez eljut. Könyv is egy szórakoztató műfaj, könyv is lehet elgondolkodtató. Nem tudom, mennyien olvastak Magyarországon. Elég sokan megvásárolták a könyvet, hála Istennek. Sok helyre eljutott, de ez egy újabb platform. Ez a film. Szeretnek az emberek moziba járni, filmet nézni. Kicsit kényelmesebb, hogy nem kell leülni egy könyv elé. Ez a képírás, ez egy teljesen fogyasztható műfaj. Igyekeztük fogyasztató, elgondolkodtató, egy elég kemény mozit csinálni, ami ugyanazt a célt szolgálja, és ugyanarra ösztönöz minket, az alkotókat, hogy igenis nézzék meg az emberek, és gondolkodjanak, hogy vajon érdemes-e. Igen. Én ajánlom mindenkinek, hogyha lehetőségük lesz, akkor nézzük meg ezt a filmet, illetve olvassák el a könyvet is. Azt mondják Magyarországon, hogy a függőségből nem lehet kigyógyulni. Önnek mi erről a véleménye? Ugye az orvosi nyelv, a szakzsargon azt mondja, hogy tiszta ugyan lehet az ember, de hogy a drog az csak szüneteltet, az alkohol is vonatkozik ugyanígy, hogy azért vannak olyan, akik 10-15 év után nyúlnak vissza az alkoholhoz. Tehát akkor lehet elmondani, hogy tényleg tiszták vagyunk, hogyha már ezt írjuk, ezt írják a sírkőre is. Tehát ugye bármikor visszaesett az ember, tehát egy igazi vékony jégen táncolás az élet onnantól kezdve, tehát ezzel is nem javaslom senkinek, sem az alkohollal a mélyebb barátságot, sem a dolgokkal, mert onnantól kezdve egyszerűen csak nehezebb lesz az élet. Hiába kijöttünk, hiába jól vagyunk, hiába minden oké. Egy pokoltánc. Finom szépségekkel, gyerekeim vannak, csodálatos életem van, a budai házam van, a családomban, minden megvan, ami kell. De ez a pici piszok, ez életem végéig. A Zuglói Kábítószer Egyeztető Fórum elnökeként az utolsó kérdésem az lenne, hogy a zuglói KEF-nek mit tanácsolna, hogy hatékonyabban jussanak el Zuglóba, akár budapesti szinten is az üzenetek? Szerintem nagyon sok ilyen nyílt platformot kellene csinálni, akár meghívni engem is, szívesen jövök bármikor. Ha látok élő példát, akkor mindig sokkal jobban megértjük a dolgokat, de még egyszer, ahogy a szülőkre és vonatkoztatható, tehát azt, hogy meg kell értenünk. Muszáj tudnunk mindent a drogról, muszáj tudnunk mindent a gyerekekről, a fiatalokról, miben vannak benne, és muszáj megértenünk egy csomó mindent. Ezt átszűrjük magunkban, akkor szerintem hatékonyabban lehet működni. Ez nem, ilyen nincs egy általános recept, hogy amikor azt mondjuk, hogy azért nyúlnak drogokhoz, mert elkeseredettek, meg szomorúak, mert kilátástalanok, meg céltalanság. A mai fiatalokra alapvetően jellemzően nincsenek célja, így ez nekünk ez egészen másképpen volt. Csak élnek bele az Insta és egyéb social network világába, ami már egyébként eleve sokkal nagyobb függőség, mint akár a drog. Ha valami tényleg ma a világon óriási bajt okozhat, vagy függőségi problémát, az sokkal inkább a telefonok, az iPad-ek és mindenféle játékok. De itt nem csak erről van szó. Arról van szó, hogy ez mindenhol ott van. A legnagyobb boldogságban, a legszuperebb világban,
ahol minden rózsaszín, ott is megjelenhet a drog. Ez nem függ össze a rossz lét, nem függ össze a szegregátumban élő fiatalokkal, nem fér össze. Ez teljesen ott jön és ott üti az embert, ahol akarja. Tehát nincs erre, meg kell, ezzel azt tudom tanácsolni, hogy muszáj megérteni a dolog működését, és akkor talán akkor lesz. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor a műsorunkat két gondolattal zárnék, amit művész úr fogalmazott meg. Az egyik, hogy halljuk meg azt a csengőt, azt a bizonyos csengőt, illetve figyeljünk egymásra. Ebben az időszakban nyilván én is azt szeretném, hogy önök is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Várjuk a következő adásunkban szeretettel önöket. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Thank you.